Na, szóval. Itt is lennék akkor Lajos város határánál, ugye? Azt hiszem. Biztos ez, mert azt hiszem ott a Lajos város, de azért még bemegyünk metróhoz. Boing. Igen, Lajos város határa. Szóval. Na, ez miért van rajtam? Na, itt van a pénzem is. Pénz. Na, let's go! Menjünk is akkor Lajos városba. De jó ez a metró, amúgy meg egész nap itt el tudnék itt lenni. Na mindegy. Lajos város kis vasútállomás. De jó, és ez itt a végállomás eddig. De jó, itt le lehet ülni, itt lehet várni. Biztos azért, mert ide nem lehet. Mindegy. Nem ide, mi nem mehetünk be, mert csak dolgozók lépennek be. Na mindegy. Akkor meg is érkeztem. Ott van a másik, meg itt a és igazából átsétálhattam volna. Nem sétálok át. Na, és akkor bejárhatnám ezt az egészet, mielőtt elkezdem itt a munkát. Vállaltam itt munkát, szóval... Na, itt egy étterem épül biztosan. De jó ez a híd is. Itt vannak a vasutak, de jó. Arra, amíg nem kellenek, és akkor, jaj, nem, ide nem mehetek még be. De jó, itt mit csináltak vajon? Itt letesztelték volna a vasutat? Azt itt ledobták a vasutat. És akkor ez itt lesz az én házam itten. Jaj, hát ezt tudom már, minek kellett. Szóval kell akkor nekem egy ásó, nem egy seprű. És én tüt. Jó, van, itt vannak a dolgozószereim, amikkel dolgozni fogok majd. Ugye, itt akkor itt leszek, és akkor itt leszek majd akkor egy kicsi ideig. Na szóval, akkor megyek is dolgozni. Viszem ezeket is, hát ha kellenek. Jó, viszem ezt is. De jó, ez az egész erdő. Ó, biztos ez mi itten. Ja, itt épül valami, biztos ez az. Támasztékok és a fal. De jó, itt van még anyag. Jaj. Miért hiányzik innen egy ilyen fa darabka? Na mindegy. Na hát, bejárat. Mihez? Na mindegy.